Köszöntöm a kedves hallgatókat és a Dabas Televízió nézőit is, és itt van már velünk a vonalban Dabas város polgármestere Kőszegi Zoltán is. Jó reggelt! Szép napot kívánok, biztonságos újabb napot mindenkinek. Köszönöm a lehetőséget, hogy újra szólhatok a rádióban. Nem tudom, hogy van-e valamilyen konkrét kérdés, Feri, vagy mondhatom, amit... Esetleg megbeszélhetjük a tegnap felmerült kérdést, nyilván én is sokat gondolkodtam rajta, ugye felvetik lakók, hogy nem mindenki használ védőfelszerelést. Megjegyzem egyébként, nyilván mindenki amennyire tud ezeket a védőeszközöket használja, nyilván fogytán van, vagy nem feltétlenül rendelkezik mindenki ezzel, de elsősorban itt arról van szó, amit polgármester úr is többször elmondott, mindenki potenciális fertőzöttnek érezze magát, és gyakorlatilag a környezetünket óvjuk szájmaszkkal. Ez így van, tehát házilag is lehet szájmaszkot készíteni. Egyébként tegnap újabb 1000 darab maszkot kaptunk. Folyamatosan az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben dolgozókat látjuk el ezzel, hogy ők védettek legyenek, és hát mivel ők találkoznak ugye a legtöbb emberrel, és potenciálisan őnek van a legnagyobb esélyük, hogy fertőzöttel találkoznak, ezért ez a legfontosabb. És hát igyekszünk a kereskedelmi ellátórendszert is kiszolgálni, segíteni őket benne. Egyébként mindenki otthon is készített, hogyha egy sálat kétszer körbe tekerek az arcom köré, és úgy megyek vásárolni, hogyha más eszközöm nincs, ezzel is védettséget jelentek, tehát sokkal jobb, mint hogyha semmit nem teszek. Egyébként egy normál szűk kesztyű is jó egy vásárlásnál, bármilyen kesztyű, különösen most, hogy visszaköszönt a tél, nyugodtan fel lehet venni, senki nem fog senkit bolondnak nézni. Egyébként szerintem egyre inkább elfogadja mindenki, hogy ilyen védő eszközöket használunk, legyen az valamilyen esetlegesen készített szájmaszk, vagy védőfelszerelés, vagy kesztyű, bármi. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, hogyha kimegy, szolgáltatást vesz igénybe, átvesz bármit bárkitől, vagy vásárol valamit, akkor használja ezeket. Egyébként most már az 1200. maszkot is legyártjuk, varrónők, dabasi varrónők gyártják, az anyagellátás egy kicsit akadozik, de most már 1200 darabot gyártottunk le. Ezek mosható, újra feltöltelíthető és többször használható, sokszor használható maszkok. Ezt a gyártást megpróbáljuk tovább folytatni, és majd most már lassan elkezdjük a lakosság felé is kiosztani. Első védendő csoport az idősek köre, úgyhogy az időseknek már a mai naptól kezdve elkezdünk időseknek eljuttatni. Türelmet kérünk mindenkitől, és kreativitást, és határozottságot arra, hogy ezt használjuk ezeket az eszközöket. Egyébként elkészült az a kiadvány, amiről már tegnap a rádióban beszéltem. Tegnap felfüggesztettük a kihordását, ugye nagyon csapadékos volt az idő, és ez egy papír alapú tájékoztató füzet, ami elázott volna, hogyha elkezdjük, vagyis folytatjuk a kihordását, de a mai nappal tovább folytatjuk, és remélem, hogy egy-két napon belül minden egyes háztartásba az önkormányzat kiadványa, amiből fontos információkhoz juthatnak, és nagyon jó praktikus tanácsokat kapnak a családok. Úgyhogy azt kérem, hogy ezt vegyék a kezükbe, amint megkapják, és olvassák át, fontolják meg, használják ezeket az információkat és jó tanácsokat. A zöld szám az továbbra is él, reggel 6-tól minden nap este 10 óráig hívható, segítséget lehet kérni, felajánlásokat lehet tenni. Nagyon köszönöm a sok felajánlást, most már 100-nál több felajánlásunk van személyes munkára, feladatra, idősekkel kapcsolatos ellátó feladatra felajánlások vannak. Most nem kívánok egyet sem kiemelni, majd meg fogjuk tenni, hogy ezeket csokorba gyűjtjük, és természetesen elmondjuk az embereknek. Most ez nagyon-nagyon hosszadalmas lenne. A legfontosabb még egy nagyon dolog, amit meg kell ismételnem, hogy a külföldről hazatértek az elmúlt napokban, hetekben hazatértek, legyenek otthon, karanténban, vállalják ezt, hogyha a saját ellátásuk akadozik, vagy valami probléma van, ugyanezt jelezhetik a zöld számon, vagy az önkormányzat bármelyik hivatalos számán, vagy az interneten, és segítünk nekik is ebben. A legfontosabb, hogy otthon maradjanak. Egyébként a fertőzés terjedésének dabasi mutatói kiválóak, ezt a fegyelmezettségnek köszönhetjük. Ezt szeretném kérni a továbbiakban is még fokozottabban, és kitartást. Használjuk ki ezt az időt, amit most kaptunk. Éppen egy videót láttam, László Mihály atya, aki most Ausztráliában egy magyar közösségben szolgál, a kakucsiak és a környékbeliek jól ismerhetik,
egy videó üzenetet osztott meg, ahol a szeretetre hívta fel a figyelmet, és hát ezt aki el tudja érni, vagy akinek ez megvan, oszta meg minél több emberrel, és én is erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha szeretettel fordulunk egymás felé, akkor lesz elég időnk, lesz elég türelmünk, lesz elég kitartásunk, és le fogjuk küzdeni ezt a kort, és újra visszatérhet minden az eredeti mederbe, és levonva a következtetéseket ebből a nehéz időszakból talán egy új életet tudunk élni. Ennek reményében kívánok mindenkinek nagyon szép napot, vigyázzunk egymásra, aki teheti, maradjon otthon, különösen az idősekre figyeljünk oda nagyon, és a betegekre. Tehát vigyázzunk egymásra, legyünk óvatosak, és maradjunk otthon, ha tehetjük. Az, hogy a dabasi mutatók jók, ez azt jelenti, hogy hatósági karantén egyelőre nem kellett elrendelni térségben. Nem, igen, ugyanúgy állunk, mint egy héttel ezelőtt. Nyilván egyébként... Igen, bocsánat. Nyilván hamarosan elkerülhetetlen lesz. Én egyrészt ezt annak tudom be, hogy akkor még inkább komolyan veszik a védekezést, a másik pedig, amit polgármester úr is mond, hogy ezek szerint már most is elég hatékonyan védekeznek lakótársaink. Ezt azért mondtam, mert nagyon sok településen időben hoztuk meg azokat az intézkedéseket, amelyekkel kiegészítettük a felső szintű döntéseket, intézkedéseket, és az idő tényező az rendkívül fontos, hogy a fertőződésnek az esélyét csökkentsük, hogy gátoljuk, lassítsuk. Ez nagyon-nagyon sok intézkedés és önfegyelem kell ahhoz, hogy ez megtörténjen. Látszik ebből is, ha összehasonlítunk országokat, hogy melyik országban hogyan terjed és mennyi áldozatot hoz, akkor abból is levonhatjuk a következtetést, hogy a lakosság hozzáállása mennyiben befolyásolja azt, hogy milyen áron lehet átviselni ezt az időszakot. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha semmi dabasiak, semmit a környékbeliek, és a magyar lakosság nem fizetne nagy árat. Ezt próbáljuk megérteni, hogy a lehető legkisebb veszteséggel és kockázattal kereszt átvészelni. Egyébként gondolkodunk azon, hogy milyen egyéb intézkedéseket, az egészséget védő, óvó intézkedéseken felül milyen egyéb intézkedéseket tehetünk, hogy minél nagyobb biztonságban meg tudjuk őrizni a munkahelyeket. Az állami egyre kiszélesedő gazdaságvédelmi, munkahelyvédelmi intézkedések mellé valószínűleg kellenek majd önkormányzatiak is. Most már elkezdtünk ezen is gondolkodni, illetve ezzel is foglalkozni. Azon túl, hogy a cégvezetőkkel, a munkaadókkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a kommunikáció állandó. Ezen túl gondolkodunk azon, hogy a mi csekély eszközeinkkel hogyan tudunk még ahhoz hozzájárulni önkormányzati szinten, hogy ilyen szempontból is minél nagyobb biztonságot teremtsünk a lakosságnak. És ahogy polgármester úr mondta, hamarosan olvasott papír alapon megkapja mindenki a tájékoztató füzetet. Addig pedig, akinek valami kérdése lenne, az ingyenesen hívható zöld számon a 0680 981 900-os telefonszámon kérdezhet, ha valami kérdése van. Köszönjük szépen, Kőszegi Zoltán polgármester. Ha újabb információ van, akkor kérem a lehetőséget, hogy a rádión keresztül is szólhassak. Nagyon szép napot kívánok, vigyázzon magára mindenki. Egészségben töltsük ezt a napot is, ha tehetjük. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.